Sziasztok, ha itt vagytok! Ez az én YouTube csatornám, és most röviden fel fogom olvasni ezt az együttműködési megállapodást, más néven szalonetikettet, ami egy létező dolog, írott és íratlan szabályok, de ez most írott van benne, ez egyébként mindenhol van, csak van, ahol nincs leírva, és ha jól tudom, egyébként nem kötelező leírni, csak a vállalási szabályzatot, ami egyébként egy tök hülyeség, ez egy hivatalos irat, kell, hogy legyen minden fodrász üzletben, állam is van, ilyenek vannak benne, hogy ez egy fodrász üzlet, hogy te, mint vendég, vállalod, hogy igénybe veszed azt a szolgáltatást, amiben megegyeztünk előre, én vállalom, hogy azt megcsinálom, akkor mi van még bele? Hát, ja, hogyha te esetleg részeg vagy, vagy valami droghatás alatt állsz, akkor nem, vagy tetves vagy, akkor nem vagyok köteles téged elvállalni. Ja, meg a fertőző betegségben szenvedsz, akkor sem. Hogy mit tudom én, hozhatsz-e magaddal kísérőt, vagy nem, meg nem is tudom, ilyenek vannak benne. Egy ilyen mindenki által köztudott, semmit mondó dolog. Na de ez! Ennek már azért van értelme. Ez, úgy van ez a szalonetikett, hogy vagy van egy fodrász üzletben, vagy nincs. Amennyiben van, akkor arról szokás is illik a vendégeket tájékoztatni, hogy nálunk ez van. Ez nem egy ilyen házi rend, hogy ez van, ez van, ez van, ha tetszik, ha nem, ez betartod, hanem olvasom, és nem fogom az egészet felolvasni, hanem csak a lényegét fogom elmondani, csak hogy így átmenjen a lényeg, azért egy kicsit olvasok belőle. Tehát, hogy így kezdődik, hogy néhány sorban azt olvashatod, hogy mire számíthatsz nálam, hogy zökkenőmentesen tudjunk együttműködni. Az üzlet megközelítése parkolás, le van írva, hogy hogyan jutsz ide, és hol tudsz a környéken parkolni, mi mennyibe kerül körülbelül, és hogy kalkuláld bele, légy szíves, hogyha messzebb parkolsz, akkor sétálnod kell, tehát mondjuk a 10 órára van időpontod, ne 10 óra akkor keresgélje parkolóhelyet, mert akkor csak 10 óra 10-re fogsz ideérni, és nekem az a 10 perc is számít. Bejelentkezés, időpontegyeztetés, hogyan tudsz időpontot kérni, bejelentkezni, telefonon, messengeren, hogyha nem veszem föl, vissza foglak hívni, de hogyha úgy gondolod, nyugodtan írjál rám egy SMS-t, hogy aztán megérkezés. Hogyha megérkezel, akkor fogsz az üzletben találni kávét, vizet, újságokat, amivel el tudod magad foglalni. Hogyha gyerekkel jössz, akkor a gyereknek van egy játszósaroknak nem nevezném, de van egy doboz, amiben játékok vannak, és ő azokból nyugodtan, bátran vehet, illetve van csoki és cukor, hogyha szeretnétek, abból is nyugodtan fogyasztatom. Itt van a lefoglalt időpont lemondása című topik. Hát ez, erről van egy másik videóm, nézzétek meg, köszönöm szépen, hogyha megnézitek, és felszólítalak, hogy nézzétek is meg. Úgyhogy erről most így nem térnék ki. Aztán a időpontra érkezés, kérlek, hogy pontosan érkezz, ami azt jelenti, hogy ne előbb, és ne később. Nyilván tudom, hogy közlekedés van, tudom, hogy van néha dugó, van néha nem dugó. Egy 5 perc ide vagy oda belefér, de az 5 perc alatt én 5 percet értek. Tehát nem 10-et, meg nem 20-at. Meg nem, tehát jó? Tehát 5 percnél előbb, többel előbb ne gyere, légy szíves, és 5 perccel túl ne késsél, légy szíves. A előbb azért nem jó, ha jössz, mert egyrészt lehet, hogy éppen kimentem ebédelni, és nem vagyok itt. Másrészt lehet, hogy más valami dolgom van, tehát nem feltétlen valakin dolgozom, hanem éppen mondjuk rendelést adok le, nem tudom, pakolászok még az előző vendég után, takarítok, nem tudom, bármi lehet, jó? Tehát, hogy ne érkezzél korábban, kérlek szépen. Illetve, hogyha késsel, akkor mindenképpen szóljál nekem telefonon. Aztán a higiénia, nyilván az, hogy betegen ne gyere, és egyébként az éppen aktuális szabályokat betartjuk. És az aktuális szabályokról, hogyha vannak, akkor ugye mindig megtalálod az aktuális információkat a pultomon, és ezt most jelenleg úgy, hogyha kell maszk, vagy nem tudom, akkor ki van írva, hogy kell-e vagy nem. A mobiltelefon használata. Én nem veszem fel a telefonomat, ha csörög, amikor dolgozom.
néhány esetet kivéve. Az egyik az az, hogyha futártól várok hívást, hogy éppen hozza a csomagomat, és mondjuk nem talál, tehát azt fel fogom venni, mert a futárokra is tekintettel kell, hogy legyünk. Sőt, a futárok nélkül nem tudnék élni, tehát annyi mindent szoktam rendelni, pontosabban én általában mindent rendelek. A másik a fiam, a lányom hív. Ezeket felveszem, akinek gyereke van, tudja, hogy miért. Az összes többi, hogyha látom, hogy olyan hív, ami nem sürgős, és nem életbevágó, nem fogom felvenni. Ugyanezt várom el tőled is. Ne cseverészél, légy szíves, telefonon, zavar, kimondottan zavar, nem tudok közbe dolgozni, illetve nem vagyok rá kíváncsi, hogy te éppen melyik barátoddal, családtagoddal miről beszélsz. Biztos, hogy vannak halaszthatatlan dolgok, én megértem, semmi gond, miattam akár ki is hangosíthatod, de a munkaügyben én úgy gondolom, hogy a legtöbb hívás, tehát itt azért nem hosszú órákat töltesz, én nálam nincsen fölösleges várakozás, tehát úgy gondolom, hogy tud várni a legtöbb hívás egy órát, ha nem, akkor nyilván megértő vagyok, és telefonáld, tudj róla, hogy én akkor nem tudok normálisan dolgozni a te hajadon meg a fejeden, ami vagy azt fogja eredményezni, hogy csúszni fogok, mert meg kell várnom, amíg befejezed a telefont, vagy akár az SMS-t is, mert ha előre hajtod a fejed, akkor ugye nem tudom csinálni normálisan a hajadat, vagy pedig hát nem lesz olyan a hajad, mert ha egy oldalt telefonálsz, akkor én nem tudok hátul egy egyeneset vágni. A ruházat, és ez nagyon fontos, és most, hogy jön a tél, erre külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy miattam jöhetsz garbóba, meg bármibe, tehát én le tudom tűrni azt neked úgy a legtöbb esetben, hogy ne zavarjon itt a hajfestéskor. De amikor ráteszem a beterítő kendőt, kérlek szépen, hogy ne nyúkáljál ki alóla. És tipikusan a telefonotokhoz nyúkáltok, és ezért mondom, hogy ne használjátok hajfestés közben, meg hajvágás közben sem, mert hajas lesz a ruhád, tehát bele fognak ülni a hajszálak, illetve a hajfesték, a szőkítőpor, amit használok, az néha csöpög, néha fröcsög, néha véletlenül több kerül az ecsetre, és valahova lecsöppen, vagy nem tudom, és ha pont a ruhádra, meg fogja fogni a ruhádat, tönkre fogja tenni, és nem szeretném kifizetni. Úgyhogy ezt előzzük meg, ha rátettem a beterítő kendőt, szépen kérlek, hogy ne vedd elő a kezedet. Maradjon a beterítő alatt, és amikor befejeztem a festéknek a felkenését, akkor utána előveheted, de akkor is nézd meg, mert én is megszoktam, de több szem többet lát, hogy mutatom, mit szoktatok csinálni, rajtatok van itt a beterítő, és ide rakjátok a kezeteket. Nézd meg, hogy ide, ahova rakod, és olyankor már itt nincsen beterítő, és szabadon van a te hosszú ujjas valamid, hogy a beterítő nem lette festékes, mert hogyha ide rakod rá, akkor ugyanúgy meg fogja fogni a ruhádat, mint hogyha rácsöppent volna. Nem tudok róla egyébként, hogy ebből még gond lett volna, de lehet, hogy volt, csak nem vettük észre, vagy nem tudok róla. De nagyon kellemetlen lenne nekem, hidd el. És lehet, hogy az csak egy 500 forintos turkálós pulcsi, ami rajtad volt, de a te kedvenced, és többet ér, mint egy 50 ezres számodra. Úgyhogy semmelyiket sem szeretném tönkretenni azzal, hogy összefestékezzük. Úgyhogy kérem szépen, hogy figyeljél erre. Aztán van egy olyan a végén, hogyha elégedett vagy elégedetlen vagy a szolgáltatással, akkor mit tudsz tenni? Ha elégedett vagy, akkor borravalót elfogadok, de nyilván a szolgáltatásoknak olyan ára van, hogyha nem adsz borravalót, nem fogok itt vagdalkozni, hogy te se adott. Tehát, hogy nem, hogy mondjam, nem kötelező. A borravaló annak az, egyébként van erről egy videó, de arra annak az eszköze, hogy kifejezd azt a fajta háládat, amit csak pénzben tudsz kifejezni. Tehát amikor úgy érzed, hogy te valami pluszt kaptál, mint ahhoz képest, mint amit vártál. Na most vannak borravalós szakmák, nem borravalós szakmák, abban a videómban ezt így kivesézem, hogyha nem akarok erről így külön nézni. A fodrászat egyébként egy borravalós szakma, de hozzáteszem, én a vendégeimet nem tudom ez alapján megkülönböztetni, hogy most ad vagy nem ad. Én vagy szeretem csinálni a haját, vagy nem, ez alapján tudom őket megkülönböztetni. Ha elégedett vagy a szolgáltatással, akkor, és
és szeretnéd is ezt kifejezni nekem, akkor például megteheted a Facebookon. Ott van ilyen értékelés a Facebook oldalamon, tehát nyugodtan írhatsz pozitív értékelést. A honlapom, ha kész lenne, akkor ott is lenne ilyen, de még nincsen kész. A YouTube csatornám, amit most nézel, ez alatt is tudsz kommentelni, akár pozitívan is. Illetve, hogyha a hajadat lefényképezed, és te kimondottan a hajadat fényképezed le, hogy te ezt valaki, tehát mondjuk a Facebookon meg szeretnéd mutatni, vagy az Instagramon, és abba engem megjelölsz, nekem az pontosan ugyanolyan melegséggel tölti el a szívemet, mint amikor szépen megköszönöd, és vagy borravalót adsz. Jó, tehát nekem ezek ilyen egyenértékű dolgok, mindegyiknek nagyon örülök. Figyelj, hogyha te ezek közül semmit nem csinálsz, csak elégedetten mosolyogsz a tükörbe, és csak ennyit mondasz, hogy tetszik, én már jól vagyok. Jó, tehát minden pozitív visszajelzésnek nagyon szoktam örülni. Ha elégedetlen vagy, hát akkor a legjobb útja módja ennek az, hogy itt azonnal mondod, hogy te figyelj, Eszter, ezt elbasztad. Vagy hogy hát ezt így nem így gondoltam, vagy ez nem tetszik, vagy múltkor jobb volt, vagy a szomszéd Gizi fodrásza jobban megcsinálta, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezt meg lehet mondani, hogy miért, hogyha tudod. Ha nem tudod, akkor közösen ki tudjuk találni, hogy na de oké, most akkor mi lehet mégis a gond. És volt már ilyen, és ezzel gond. Tehát, hogy én tisztában vagyok vele, hogy bár jó fodrásznak tartom magam, de ez nem azt jelenti, hogy én mindent tudok. És nem azt jelenti, hogy én minden egyes hajtípushoz ugyanúgy értek, és bevallom, nekem is vannak rosszabb napjaim, amikor nem biztos, hogy 100%-os a teljesítményem. Ember vagyok, baszki. Tehát egyébként én úgy gondolom, hogy általában még rosszabb napjaimon is azért a 95%-ot megüti a teljesítményem, de ettől függetlenül biztos, hogy van, aki azt mondja, hogy neki ez kevés. Nincs is ezzel semmi gond. Mondja meg nekem, és hogyha lehet, és tudom, akkor ki tudom javítani. Hogyha azt mondja, hogy ez tök nem jó, és teljesen, és egyébként ilyen is volt, hogy de figyelj, ez nem olyan szín lett, hát ez miért ilyen, mint te, hát azt meg nem kell kifizetni. Tehát akkor én leszek az, aki azt fogom mondani, hogy jó, figyelj, ha te ezzel ennyire elégedetlen vagy, és egyébként én is látom, hogy tényleg nem jó, akkor az a minimum, hogy nem fizeted ki. A másik, hogyha tudom, helyrehozom, ha nem tudom, akkor meg azt mondom, hogy figyelj, bocs, nem tudom helyrehozni, ne haragudj, keressél valaki mást. Olyan még, hála Isten, nem volt, legalábbis nem tudok róla, hogy valami olyasmi történt volna, ami helyrehozhatatlan. Tehát ami abszolút katasztrófa, és erről nem tudok, hogy ilyen volt. Lehet, hogy volt, nagyon sok mindenki megfordult már az üzletemben, meg a kezem között, bár úgy gondolom, hogy ilyenre azért emlékeznék, de nem, így most nem emlékszem senkire. Vagyis hát ilyen mindenkire emlékszem, de nem emlékszem ilyen élményre. Ja, és a Google cégemnek is van egy felülete, a Google, amin egyébként nagyon sokan megtaláltok engem, és ott is lehet értékeléseket tenni. Annak egy hátránya van, és azt hiszem a Facebook értékeléseknek is így van, hogy nem tudom úgy moderálni, hogy a negatívakat eltávolítsam, és ez csak azért baj, mert mindkét felületen, a Google-be is, meg a Facebook-ba is, vannak oldalon, vannak olyan pozitív értékelések is, akik szerintem engem összekevertek valakivel, mert nem járt nálam soha, és mégis írt rólam jókat. Tehát, és egyébként negatív is van ugyanígy. És a dolognak a pikantériája az pedig az, hogy erre hiába válaszolok olyankor, tehát emlékszem is néhányra, amikor konkrétan odaírtam, hogy kedves XY írta, hogy nem tetszett a szolgáltatás, nem tudom, mi volt a gond, és arra már nem érkezik válasz tőle. És tök bántó, mert tudom, hogy nem járt nálam, valószínűleg nem nekem szánja az értékelést, hanem valakivel kever, de akár pozitív, akár negatív, és nem tudom törölni. És rátod válaszolok, és nem válaszol. Tehát ott marad így függőben egy ilyen izé, úgyhogy én mondjuk soha nem így értékelés alapján, mivel ezt tudom, és ez másnál is így van, nem így választanék szolgáltatott szolgáltatást semmit. Mindegy, mégis van egy ilyen felület, vagy kettő is, úgyhogy ezt meg lehet tenni. Na, hogyha úgy vagy a szolgáltatásommal, hogy neked aztán
tényleg nem jó, és itt minden gáz, és minden izé, hát akkor, és hogyha velem ezt nem tudod megbeszélni, akkor nyilván a békéltető testület az, aki ebben kompetens, vagy a következő lépcső. Van erről egy sztorim, mi az? Azzal a hajvasalóval kapcsolatos. Ezt egy másik videómban elmondom, még nem készült el az a videó, majd mostanában fogom valamikor elkészíteni. Úgyhogy majd keresd meg azt, és akkor elmondom, hogy nekem milyen, mint elégedetlen fogyasztónak, milyen élményem volt a békéltető testülettel, illetve a fogyasztóvédelmi felügyelőség, vagy mi az, nem is tudom. Nem is érdemes tudni egyébként. Tehát az együttműködési megállapodás, avagy szalonetikett, amit én most itt elmondtam nektek. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál eddig, és meghallgattad. Köszönöm szépen, hogyha hozzám jársz. Köszönöm szépen, hogyha megtisztelsz a bizalmaddal a jövőben is. És várlak sok szeretettel. Sziasztok!